Egy különleges történetet hallhatunk majd a következő percekben Dindi István helytörténésztől. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Természetes. A történetet az 56-os ünnepségen osztotta meg a közönséggel október 23-án. Még mielőtt erről beszélnénk, azért térjünk ki arra, hogy Solymosi László úr kereste meg hónapokkal ezelőtt önt. Pontosan ki ő, hogyan kerültek önök kapcsolatba? Nagyon érdekes történet ez. Január 10-én kaptam én egy hosszabb SMS-t Amerikából, Dél-Karolinából. Egy 80 éves Solymosi László nevű úrtól, akiről a levél közepén kiderült, hogy nem más, mint annak az idősebb Solymosi Jánosnak a legkisebb fia, aki az 1956-os forradalom idején a Nagytétényi Nemzeti Bizottságnak volt az egyik vezetője. Úgy tudott ő rólam, hogy van egy unokaöccse, Balatonfüreden él, és ő elküldte neki az én utolsó könyvemet, a Történetek Nagytétény múltjából című írásomat. Ezt ő elolvasta, és úgy döntött, úgy határozott, hogy felveszi velem a kapcsolatot. Tehát így került hozzám az első e-mailje, amit aztán nagyon sok követett a következő hónapokban. Kapcsolatunkra talán az jellemző, hogy a Mr. Dindi megszólításból a harmadik levélben már István lett, és a magázódásból tegeződés. Tehát úgy is fogalmazhatnék, hogy egy levelező barátság alakult ki kettőnk között, és most már több mint 20 levelet váltottunk január óta, amelyekben elmesélte az életét, gyermekkorát, szüleiről mesél. Közben természetesen rólam is érdeklődött, én is elmeséltem, és talán csak egy nagyon érdekes epizód, hogy kiderült, hogy gyerekkorunkban nagyon sok közös dolog kapcsolt volna össze minket, ha ismertük volna egymást. Az én barátaim az ő ismerősei voltak. Ugyanabban a zeneiskolában jártunk. Ugyanaz a Perger Rózsa tanított engem is, meg őt is hegedülni. Mindketten Markó Gyula plébános lelkes minisztránsai voltunk. És sorolhatnám azokat a közös dolgokat, amelyek összekötöttek minket már gyermekkorunkban úgy, hogy nem is ismertük egymást, nem találkoztunk egymással, vagy ha találkoztunk is, beszélgetni nem beszélgettünk. És ő mire volt kíváncsi? Tehát, hogy miért érkezett meg az első e-mail önhöz? Azért érkezett meg, mert szeretett volna egyrészt velem többet beszélni a 56-os eseményekről, és magáról Nagytétényről. Ő nagyon szerette Nagytétényt, hiszen így született a Szent Imre Herceg utcában 1940-ben. Nagyon sok minden kötötte Tétényhez, és kíváncsi volt arra, hogy mi minden történt azóta. És ezekről leveleztünk. Én elmeséltem neki, leírtam neki, hogy milyen most például a temető utáni terület, milyen a Barackos út környéke, mert ő is, meg én is jártunk a Barackosokba annak idején, a Barack csomagolóba dolgozgatni gyerekkorunkba. Tehát ilyesmikről. Mi Szériskert ugye eltűnt, mi lett a helyén, milyen az M0-ás, milyen a Dunapart, milyen a kastély, és sorolhatnám. Tehát volt bőven témánk, amiről írhattunk. Ő elmesélte a szüleini, milyenek voltak, édesapjáról mesélt. Tehát így ismertem meg én nagyon sok olyan történetet, 1956-os eseményekről is, meg az 57-es megtorlások idejéből is,
amit az én kutatásaim alatt, amikor levéltárakban kutattam ezeket az időket, ezeket az eseményeket, ott nem találtam ezekre választ, illetve nem találtam ilyen eseményeket, amit ő aztán elmesélt, és kiegészítette azokat az információkat, amelyekkel én már rendelkeztem. Én úgy tudom, hogy a levelezgetés, ugye az még most is tart, de elindult egy közös munka. Elindult egy közös munka. Feleségével él most Dél-Karolinában, és van egy felnőtt lánya, aki zenetanár, és a lányának 2000-ben írt egy memoárt ajándékul, amelyben mesél, epizódokat mesél el, emléktöredékeket mesél, gyerekkoráról mesél a diszidálásának a történetéről, hogyan élt Ausztriában, 2 évet töltött Angliában, ott mi mindent csinált, hogyan jutott ki Amerikába, ott mi minden történt vele addig, míg megházasodott, és megszületett a lánya. Tehát ez egy memoár, amit elküldött nekem február végén, hiszen arról is leveleztünk, hogyha lehet, akkor mi ezt kiadnánk Nagy Tétényben, hadd ismerjék meg itt Nagy Tétényben egy 16 éves fiúnak a hosszú történetét egészen 80 éves koráig. Megkaptam egyik ismerősöm, aki a Széchenyi Könyvtárnak a munkatársa volt, nyugdíjas már, remekül beszél angolul, ő vállalta teljesen ingyen a fordítást. Ma már ott tartunk, hogy végére értünk, ő elkészült a fordítással, én most tartalmilag lektorálom, ahol szükséges, ott módosítunk, vissza fogjuk küldeni Lászlónak, aki elolvassa magyarul. Nagyon érdekes, hogy jól beszél magyarul László, viszont már angolul gondolkodik. Ez meglátszik a fogalmazásában, írásában is, tehát vannak mondatok, amiket nekünk egy kicsit magyarosítani kellett, mert ő azt az angol gondolkodása alapján fogalmazta meg, és az magyarul egy kicsit furcsán hangzik, tehát kicsit alakítani kellett néhány helyen a mondatait. Tehát ha ő rábólint, hogy ez így rendben van, akkor igyekszünk mielőbb majd megjelentetni ezt a kis memoárt. Az a tudomására jutott Lászlónak, hogy az 56-os beszédét, de tulajdonképpen amit elmondott október 23-án, az róla szólt? Tehát, hogy eljutott hozzá? Ha nem is róla, de a családjáról. A családjáról. Valamit még most itt elmondanék, amit a beszédemben nem mondtam el, mert nem kapcsolódik szorosan 56-hoz, de Nagy Tétényhez igen. Ők a Szent Imre Herceg utcában laktak egészen 1940 teléig, 41 elején költöztek el, akkor egy nagy árvíz volt Nagy Tétényben, ami a házukat is elérte, és édesapja Édre költöztette egész 1948-ig a családját, akkor költöztek vissza. Viszont a két testvére nagyon közel élt a metallokémiához. És sajnos tragédia érte a családot. A bátyja, aki a Nagy Tétényi Nemzeti Bizottság titkára volt, 8 évvel idősebb Lászlónál, ő is diszidált, és távol létében Kötél általi halálra ítélték. Philadelphiában élt, és 1992-ben, 60 éves korában halt meg, agyrákban. László utána járt, és kiderült, hogy ollomérgezés miatt volt agyrák, és a nővére, aki 6 évvel idősebb, ugyanúgy agyrákban halt meg.
egy kicsit természetesen később. Tehát az ólom mérgezés, a metallokémia, a környezet szennyezése sajnos az ő családjukat is elérte. Ezt csak így közbevetem. És érkezett tőle visszajelzés a beszéd érkezett kapcsán? 23-án ott volt az ünnepségen az unokaöccse, akitől a könyvemet megkapta. Ő felvette az ünnepség egy részét, többek között a beszédemet is, és elküldte Lászlónak még 23-án, és László még 23-án reagált is erre, küldött nekem egy nagyon megható e-mailt. Ha lehet, akkor én ezt ebből egy részletet olvasnék csak fel. Azt írja többek között, hogy könnyes szemmel nehéz írni, mert úgy írom-e sorokat. Beszéded nagyon meghatott, annak ellenére, hogy minden, amit elmondtál, gondolataimban már 65 éve ott van. Meghatottan hallottam beszédeted, s talán a hallottak, az ott lévőket is arra ösztönzik, hogy végig gondolják, mi minden történt annak idején, és ők is meghatódnak. Még egyszer köszönöm érzelemmel teli beszédedet, meghatott szívvel, László. Egy picit most azért álltam meg, ezt majd ki lehet vágni, mert már itt is egy kicsit most módosítanom kellett, azt írja, hogy amit elmondtál, gondolatomban a 6 év távolatából is megvan. Tehát látszik rajta, hogy ez egy kicsit az angol gondolkodás mód szerint fogalmazta meg, de engem is meghatott, hogy ennyire örült ennek a beszédének, és nem csak ő, hanem az unokaöccse, mert tőle is hasonló visszajelzést kaptam. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta, és hát reméljük, hogy akkor jövőre tényleg ki tudja adni a Nagy Tétényi Polgári Kör ezt a memoárt. Köszönjük szépen! Nincs mit, nagyon szívesen!